Sziasztok, Marika vagyok. Hát most egy kis napi hasznosat mutatok, mert ugye úgy jártam, hogy sok citromhéj kellett, de a citromokat meg valahogy nem csináltam velük semmit, és akkor gondoltam, látjátok, itt van le van reszelve a héja, gondoltam, megmutatom nektek, hogy én mit szoktam vele csinálni. Az igaz, hogy nem is lenne rá szükségem, mert még mindig sok citromlé van a hűtővel lefagyasztva, de hát ezt is le kell fagyasztani, mielőtt elromlik. Hát nézzétek meg, már elég ilyen kis plottyok. Meleg vízbe beáztattam egy negyed órára őket, ugye a hűtővel voltak, hűtővel ott nem megy tönkre, sokáig elállam. Hát itt már valamelyik talán egy hónapos is van, ha nem több. Hát ezt akkor én úgy szoktam csinálni, ugye, hogy két felé vágom és kinyomom a levét. Hát csak ilyen egy perces videó lesz, remélem, nem dumálok sokat. És kinyomom a levét, és látjátok ezeket a kis kávés poharakat, ilyen, hát a fiataloknak már lehet, hogy nincs. Azok nem ilyenbe isszak a kávét, de idősebbeknek van. De hát még lehet kapni ezeket a poharakat. Üvegpohar. Ebbe bele raktam egy folpakkot, nehéz bele rakni, először kisnek a nyelére húzom mindig, és akkor rászorítom, belenyomom. Azt is elmondom, látjátok, hát ha valamelyik nehezen tudja belenyomni. És akkor a citromot átnyomom, és akkor szépen beleborítom. Mutatom egyszerre. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis pici kis pöttöm videó lesz. És akkor ugye, hogyha mind kész van, akkor összepöndörítem a... Még úgy szoktam, hogy azt a kis sürejét, ezt így át szoktam nyomkodni. Látjátok, ezt a kis sürejét, menjen át az is. Ugye nekem ez teában nem kell, mert mi teát nem iszunk. Fiatal korunkban ittunk teát, de hát már nem iszunk teát, mert ugye abba is cukor kell, meg cukor nélkül nem fogom meginni, meg nem is kell, nekem elég a víz. Nem kell nekem mindenféle édesítőt, meg szörpöt, meg nyavaja, rakok el az unokák véget, tehát azoknak kell. De én már csak vizet iszok. Persze megint nem a teát is, de minek így a teát, ha jó a víz is. Na így körülbelül hát amennyire átmegy, a magja az nem megy át, ugye, mert kicsi a lyuk. Látjátok, jó sok lélet, 4 darab citromom van, és akkor beleburítom. Így ennél többet már nem kell beleburítani, mert nehogy kifoljon. Úgy szoktam csinálni, a két szembe levő oldalt, vagy összecsipetem, lehet csipesszel is. Vagy most ez elég hosszú, akkor egy kicsit megkötöm. Hát ez csak egy ilyen kis egyszerű. Mondom, megmutatom, hát ha valamelyitek nem tudja, hogy mit kezdjen. Mert ugye tudni tudhatja. Mit kezdjen a citrommal, amelyiknek a héját elhasználta. De ugyanúgy lehet, meg lehet csipetni is csipessze. Vannak ilyen kisebb csipeszek, hogyha gondoljátok. És amikor megfagy, akkor én kiszoktam belőle szedni, az üveggel finoman kell bánni, mert ugye az eltörhet, utána meg kell válni, míg felolvad egy kicsit, és csak akkor elmosogatni. És akkor én, ha megfagy, akkor belerakom egy nejlomba az összeset, és akkor majd mikor kell, akkor elhasználom. Vannak olyanok, például a gíroszt, azt ugye citromlébe áztatom a gírosz húst, majd megmutatom egyszer, ha csinálok gíroszt. Meg is volnék vele. 3 üveggel lett, ilyen kávés poharra nem lett tele, ugye már eléggé ki voltak száradva, úgyhogy nem volt sok levük, csak az elsőnek, annak jó sok leve volt még. Az nem volt olyan régi, talán egy hetes. Úgyhogy most fel is kell írnom, hogy vegyek, mert megint fákot akarok készíteni, úgyhogy kell. Sőt, 2 is kell, mert ugye meg majd
meg még egy hét múlva is fánk lesz, ugye, akkor ez a most hagyóked. Még egy fánkot készítek, és akkor ahhoz is kell egy másfajtát, mint amit már felraktam. Na jó, van, majd megmutatom, hogy milyen, mikor megfagy. Aztán, ha akarjátok, így elkészíthetitek a citromot, hogyha eddig nem tudtátok, mit kezdjetek vele, esetleg, ha lenne olyan, amit kétleg, de azért mondom, megmutatom ezt is. Látjátok, meg van fagyva minden. Most egy kicsit várni kell, hogy a le is ragad ide. Hogy az üveg egy kicsit melegedjen át. Ez csak pár perc szám, aztán ki lehet belőle venni. És akkor belerakom egy ilyen nylonba, és megy a mélyhűtővel vissza a citromlé. Látjátok, már ki is jött. Egy ilyen szép. És akkor, hogy én úgy szoktam, hogyha felengedem, akkor leszedem róla ezt a nylont, vagy ezt a folpakot leszedem róla, és akkor várakom egy kicsit nagyobb lyukú szitába, hogy úgy csöpögjön le, de valamikor nem úgy csinálom, valamikor csak várakom egy tálba. De ebből kiszedem mindenképpen. Ugye szitában nem fontos, mivel a magját nem engedtük bele. Szép, ugye? Az üvegpoharat addig nem szabad elrakni vízbe, meleg vízbe, amíg teljesen fel nem enged, mert akkor ugye el fog törni. Most majd már tört, ugye összetörtem majd. És akkor összekötöm a száját, és visszadobom a mélyhűtővel, és hát most már egy rendes mélyhűtővel, csak ebbe a konyhai kis picibe. Ezt hamar felengedem, de azért még nem szabad elrakni sehova. Berakom a mosogatóba, már most megyek a telekre, hát ha minden lekacsázik, ugye kezd víz lenni az alján, aztán szépen mindig jön előre, aztán lecsúszik. Hát köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem valamit tudtam segíteni. Hát ha nem, akkor is köszönöm, hogy megnéztétek. Hát biztos van, aki nem csinál ilyeneket, hanem vagy eldobja a citromot, vagy megcsinálja teának, de hát ugye, ahogy elmondtam, mi nem úgy csináljuk. Most már fiatal korunkban igen. Na. Sziasztok!